Az ország minden tájáról érkeztek kamionok Őcsénybe az első jótékonysági kamionos találkozóra. A rendezvény elsődleges célja az volt, hogy minél több pénz összegyűjjön a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő Etesi Anett gyógykezeléseire. Önneki nagyon hirtelen romlott az állapota. 7 éves koráig ő ugyanúgy ment, mint mindenki más, futott, táncolt, minden, és onnantól olyan romlás alakult ki nála, hogy most már csak segédeszközzel tud közlekedni. Ha most nem jártunk volna terápiára, szerintem már kerekesszékes lett volna. Leállítottuk a romlást. Ez alatt a 3 év alatt, amit segítenek nekünk, hogy a terápiákra el tudjunk menni, ez ennyit segített, igen. Most jelen pillanatban le van állítva a romlás. Suli időben például tényleg nem hajnal 4-kor kell fel. Hajnal 4-kor fel kell, és ő 4:30-tól 3:30-ig tornázik. Mészáros Réka 8 éve járja Európát kamionosként, és amikor 2 éve tudomást szerzett Anettről és az ő CMT2-es C-típusú betegségéről, akkor elhatározta, hogy segíteni fogja a paksi kislányt és szüleit abban, hogy minden évben összejöjjön a kezelések ára, és erre buzdítja majd kamionos társait is. Havonta csináltunk ilyen licit heteket a kamionos csoportomban, és az a baj, hogy december alig jött össze a jövő évi terápiának az ára. Úgy gondoltuk, hogy na akkor most egy nagyobb volumenű dolgot csináljunk, egy olyat, amit itt a környéken még senki is, illetve Magyarországon sem volt még jótékonysági kamionos találkozó. Tehát ez kizárólag csak Anett véget van, hogy a kezeléseket, a terápiákat megkaphassa, és hát lehet látni, hogy mennyi kamionos mellettünk áll, Anett mellett áll, és hogy tényleg, hogy mennyien eljönnek. Nagyon sok helyről jöttek, tehát Pest környékéről, Győrből, tehát tényleg Magyarország több pontjáról is érkeztek ide, több 100 kilométerekről is jöttek. Rendszeresen járok a Réka által megszervezett rendezvényekre, Anettet évek óta támogatom, és tulajdonképpen egyértelmű volt, hogy jövök erre a találkozóra. Én fontosnak tartom, hogy Anettet támogassuk, de nem csak Anettet, hanem bárkit, ahogy tudunk, mi személy szerint kamionosok kiválasztottuk magunknak Anettet, és őt támogatjuk. A fellépők is ingyen vettek részt a kétnapos rendezvényen, támogatva ezzel a kislány terápiáit. Anett zenetanára kíséretével adott egy rövid koncertet, és mutatta be gitár és énektudását a közönségnek. 100 év! Ezekre nincsenek szavak. Nem lehet elmondani, amit belülről érzek, hogy nagyon jó egyébként olyan társaságban lenni, akikről érzem azt, hogy szeretnek. Én úgy gondolom, hogy egy gyermek sem érdemli meg azt, és Anett sem, hogy pénzkérdése legyen az élete. Pénzkérdése legyen az, hogy ő élhet-e egészséges életet. Nyilván egészséges ő már nem lesz, mert gyógyíthatatlan a betegsége. De hogyha nem tornázik, romlik az állapota, bénul le folyamatosan. Ez nem, tehát, hogy ha nincs is olyan kötődésem hozzám, hogy rokoni szálak, tehát akkor sem bírnám elviselni tényleg, hogy a szülőknek ezt végig kelljen nézni. Tehát én amikor megismertem Anettet, akkor láttam, hogy 1.200.000 forint hiányzott nekik 3 héten belül, hogy meglegyen, különben nincs neki terápia. És akkor így tovább gondoltam, hogy a szülőknek ez milyen érzés lehet, hogy ott van az a kislány, van kitartás, csinálná, menne tornázni, és nem tud menni a pénz miatt, azért, mert nem tudják befizetni a kezeléseket, és romoljon az állapota, és a vége lélegeztetőgép legyen. Nem, tehát ez nem történhet meg. És azt mondtam, oké, akkor ne több gyerek, egy gyerek, Anett, és csak akkor mellett álljunk ki, és vigyük végig, és csináljuk meg, és tényleg folyamatosan tudjuk tartani a kezelésének a költségét így a kamionosokkal. Hihetetlen összefogás van, amit nem is gondoltam volna. Nagyon jó látni, hogy a Anettet ennyien szeretik egyébként. Nagyon jó látni, hogy ennyien akarják, hogy tényleg minden évben összegyűjjön ez a terápia. És nagyon szépen köszönöm Mészáros Rékának, mert ő nélkül ez nem valósult volna meg. Ezt ő tervezte meg, ő aggódta meg, és ez nagyon jól esik nekünk. Az első nagy jótékonysági kamionos találkozó 2.350.000 forint támogatást hozott a családnak, ami ugyan még kevés a jövő évi terápiák fedezésére, de egy nagy lépés előre. Aki szeretné segíteni a családot, az alábbi számlaszámon megteheti.